Gábor Lilinek nagyot kell majd mennie. Charles, neki is nagyot kellene mennie, mint ahogy Lelik Réka is nagyokat megy. Hogy Völgyi Péter nagyon bátran nyúlt a teljes keretéhez. Aj, de ügyes megoldás az Morgantól és Ozolától. Jól védték a sarkot most a hazaiak. Lelik triplája messziről. Tökéletesen 12-12 utolé. Jön Lelik a labdáért, Katona egy picit lemarad. Lelik Réka meg is bünteti. A DVTK. Charles tripla a sarokból. Át is veszik. Ez vezet. A Diósgyő, nem gondoltam, hogy ezt majd 9 perccel a félidő vége előtt mondom ki. A Beac legveszélyesebb emberét kiveszik. Hoppá, Jovanovic! Helye a sarokban Leliket, Lelik inkább közelebb viszi, kiosztja, Jovanovic hármas, egy emberként ugrik talpra. Ebben a negyedben. A Katona büntetője volt. Az igen, Milkovics tripláját, na! A megoldást választja a montenegrói. Morgan, majd akkor is ezt választja. Olyan, aki azon gondolkodott, hogy esetlegesen meglephetik itt a DVTK-t, de azóta azért gyorsan kiderült, hogy ez... Mondja a Barbara. Mondja a Barbara, rápróbál nagyon messziről, be is dobja. Lelik. Jovanovic azonnal emeli, azonnal bele is dobja. Ó, de türelmes ott Lelik. Azt mondja Ozola, hogy volt a Hotájrával egyetemben. Milkovics. Beesik ez is. Lepörgetni az órát, tenyér, a Hotájra. Még egyel tovább, Olá triplája, az mellé megy, így véget a találkozó. Az EON Elte Beac egy negyeden keresztül tudta megnehezíteni Völgyi Péter csapatának a dolgát, de az alapszakasz győztes DVTK Hunten végül